Köszöntöm kedves nézőinket, Önök Heti Arc című portréműsorunkat látják, amelyben Újvári Máté a vendégünk, aki a Kiskörösi Judo Egyesületnek a sportolója. Ugye május 1-én először díjazták a városban a sportágaknak a kiemelkedő teljesítmény nyújtó sportolóit, és hát Máté is köztük volt, és nagyon örültünk annak, hogy ezt a szakágat is, amiről a televízióban sem tudunk úgy hétről hétre hírt adni, tehát úgy negyed évente jelenik meg a judóról valami, de azért mégis ennek a szakágnak is képviselői vettek át itt elismeréseket, és hát egy nagyon-nagyon hosszú felsorolás volt arról, hogy 2022-es évben milyen eredményeket értél el, de most már tudom, hogy ezt a felsorolást ugye a Grappling Európa bajnoki kvalifikációs verseny, amit Pest-Szent Imrén tartottak, hogy ott második helyet értél el, és talán mondhatjuk azt, hogy erre vagy a legbüszkébb a tavalyi évből, erre az eredményre? Igen, a Grappling Európa bajnoki kvalifikációs versenyre vagyok a tavalyi évben, erre voltam a legbüszkébb, az idei évben pedig arra vagyok a legbüszkébb, hogy a grappling világbajnokságon indulhatok Varsóban, és a magyar válogatott mezét magamra ültetem. Ez augusztus végén lesz, erre készülök most, a nyarat erre szeretném szánni. Ugye biztos, hogy nagyon sokan ülnek ugye nézők között is, mint ahogy én is, hogy a grappling sportággal nem egészen vagyok tisztában azon kívül, hogy tudom, hogy az is egy küzdő sportfajta, de ugye nem láthatjuk ott az olimpiai sportágak között. Na mit kell erről tudni? Azért elég magas szinten űzitek ezt is, hiszen ennek is van Európa-bajnoksága. Tehát az azt jelenti, hogy biztos, hogy nagyon-nagyon sok sportoló van, aki ezt űzi, de mégis mit kellene tudni a szabályrendszeréről, a küzdelmekről, mely sportolók azok, akik erre az ágra utána átnyergelnek? Ez a grapplingről annyit kell tudni, hogy ez nem egy sportág, ez egy szabályrendszer. Szóval itt többféle sportoló indulnak cselgáncsosok, indulnak birkózók, indulnak brazil jitsusok. Ebben a versenyszámban lehet pontot szerezni pozíció eléréssel, földrevitellel. Amit el kell érni, az az, hogy feladásra kényszerítsük az ellenfelet, szóval ezt el lehet érni folytással, karfeszítéssel, lábfeszítéssel, ízületnyitással, szóval elég sokféleképpen. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mondjuk akár egy birkózó vagy egy judós számára is mi az, ami vonzó ebben a szabályrendszerben? Mivel enged meg ezt többet, vagy miben más ez? Hiszen nagyon sok sportágnak a sportolója szeretné itt is megmérettetni magát. Én azt gondolom, hogy azért vonzó ez a szabályrendszer sokaknak, mert egy nagyon szabad, és ezáltal sokkal több féle technikát lehet alkalmazni, sokkal nagyobb a repertoár, nincs vége a küzdelemnek, például egy nagyívű dobásnál nincs vége, ugyanúgy kell tovább küzdeni a pozícióért, és végül a kopogtatásért is. Csak akkor van vége, hogyha feladod a küzdelmet. Tehát ez akkor jelentheti azt, hogy a sokkal inkább intenzívebb maga a küzdelem, sokkal technikásabb, sokkal tovább kell fejben ott lenni, összetettebb az, hogy ennyi embert vonz, hogy ebben is kipróbálja magát, ne csak az ő szűk keretrendszerében? Ez biztos, hogy összetettebb, azt nem mondom, hogy intenzívebb, mert egy judós, egy birkózó ugyanúgy 100%-ot beletesz, amíg fönn van a szőnyegen. Mi is ezt megtesszük, csak mások a keretek, más a szabályrendszer, másképp reagálunk, teljesen más, de mindegyik összefügg egymással. És hát ugye a Judo Egyesület színeibe vehetted át most az év sportolója díjat, tehát így a judo is azért nagyon-nagyon közel áll hozzád. Megvan az a pillanat, amikor a fiatalon eldöntötted azt, hogy hát te ezt a sportágat ki szeretnéd próbálni, az így meg volt elsőre? Vagy hát voltak próbálkozások más sportterületén? Igen. Én judóval kezdtem 12 éves koromban itt Kiskörösön. Ezt csináltam is egészen addig, amíg középiskolába el nem kerültem Kiskunfélegyházára. Ott nem volt lehetőségem folytatni a judót.
Úgyhogy egy MMA klubhoz kezdtem el járni, és ott ugye eleinte még ütéssugásra is próbálkoztam, de ez nem jött annyira be, inkább a földharc tetszett meg nekem nagyon, ugye a judóból nagyon sok mindent tudtam hasznosítani is, és jó ment a földharc, és onnan Kiskun Félegyházáról az MMA Egyesület elnökével mentem először Orgoványra, brazil jiu-jitsu edzésre. Ott már akkor korosztályos világbajnokok voltak, és hát azt hittem, hogy majd milyen jó leszek, oda megyek, előtte judoztam évekig, meg most MMA-zok, és oda megyek, és majd tök ügyes leszek. Hát nem igazán voltam az, szóval szinte azt csináltak velem, amit akartak, és nekem ez volt az a pillanat, hogy igenis ez az a sport, amit én folytatni, amiben én ki fogok tudni teljesedni, és azóta is brazil jiu-jitsu edzéseket folytatok, járok Dunaújvárosban, folyamatosan képzem magam, és mellette oktatok is itt Kiskörösön. Van egy kis termem, az önkormányzat segítségével kaptam ezt a kis termet, és ott tartok 14 éves kortól jelenleg, de terve van majd szépen lassan gyerekedzés, utána ovisoknak, meg még nagyon, tényleg nagyon sok tervem van a jövőre nézve, de egyelőre még csak 14 éves kortól tartok. Ez így nagyon jó, hogy megvan a brazil jiu-jitsunak az első pillanata, amikor ugye nagyon sokan ilyenkor szerintem visítva elmennek, hogy valami nem sikerül, és itt vagy te, aki megfogtad magad, és beleálltál ebbe, hogy ne, ezt nem hagyom, hogy azt csináljátok velem, amit akartok. Ezt igenis én bebizonyítom, hogy ebben a sportágban is jó vagyok. Amikor a judóval megismerkedtél, akkor is meg volt ez a pillanat, vagy mi vonzott egyáltalán abba, hogy az első judó edzésre elmenj? Már volt egy ilyen nagyon komoly indítatás, vagy csak úgy jött az életedbe, aztán azt mondtad, hogy hát akkor nekem ez a sportág tetszik, és igen, én rendszeresen szeretnék edzésre járni. Hát amióta az eszemet tudom, engem mindig is érdekeltek a küzdősportok, mindig is ez nagyon vonzott valamiért, nem tudom, hogy miért. És a bátyámmal nagyon sokat birkózunk gyerekkorunk óta is folyamatosan, és akasztón nőttem föl, akasztó is vagyok jelenleg. Ott nem volt lehetőségem semmilyen szakszerű keretek közt végezni ezt a sportot. És amikor a bátyám 6-osztályos gimnáziumba átjött ide Kiskörösre a gimibe, akkor kezdett el judóra járni, és hát én addig hisztiztem anyuméknek, hogy én is szeretnék, hogy heti egyszer áthoztak, és édesapám is egyébként mondta, hogy hát nem olyan rossz, ez, ő is tudja csinálni, úgyhogy ő is beáll, és azóta ő is sportol folyamatosan, judózik. Még annyit hozzátennék, hogy ő gyerekkorában is judózott, de újra, amióta én elkezdtem, ő azóta újra kezdte és csinálja. És azóta lett ez még komolyabb, hogy kész lett akasztó és Kiskörös közt a bicikli út, és én onnantól kezdve, ami a héten mind a három judóedzés volt, én egyre behoztak, de a maradék kettőre biciklivel mindig bicikliztem. Ugye mondhatjuk azt, hogy még befelé jó, mert mondja azt az ember, hogy jól bemelegíted, de azért aztán hazafelé már levezetésként, még hogyha akasztó nincs is olyan messze, kiemelkedő sportteljesítmény, de hát ahogy itt az életutadat néztem, ez benned, mindig benned volt az, hogy többet szeretnél, tehát ahogy mondtad, hogy önként kerested azokat a helyeket, ahova szeretnél edzésre járni. Ez alapja annak, hogy valaki Európa bajnokságokon vagy világszínvonalú versenyeken induljon? Egyik föltétel a tehetség, a másik föltétel az nyilván az idő, amit ráfordítasz, és az energia. Ez erre van a legnagyobb szükség, azt mondom, hogy egy 90%-ban az tényleg, hogy te mennyit foglalkozol vele, mennyit fordítasz rá, mekkora odaadással csinálod, és igazából ez a kettő, a tehetség és a szorgalom adja meg ezt a hogy te mekkora szintre jutsz el ebben most, a sportban. Most igazság szerint ez a sportág mennyire tölti ki az életed? Mert ugye itt látjuk azt, hogy készülsz versenyekre, csomó helyre jársz edzésre, és hát elkezdtél a fiatalokkal, az utánpótlással is foglalkozni. Mondhatjuk azt, hogy ez már a teljes életed részét képezi, vagy azért van a sporton kívül is élet, ami Újvári Máté? Hát
hát mondhatom, hogy nekem ez a sport az életem igazából, szóval én a héten minden egyes nap ezzel foglalkozok, van, hogy több edzésen is, mellette dolgozom, szóval a hétköznapjaimat teljesen munka után egyből hazamegyek, lefürdök, ülök az autóba és megyek edzésre, utána pedig hazamegyek, eszek és megyek aludni. Szóval a hétköznapjaimat teljesen ezt tölti ki, a hétvégéimet is szinte teljesen, főleg most, ahogy készülök a világbajnokságra, minden hétvégén edzőtábor, vagy keretedzés, vagy hogyha nincs is semmi, de akkor is edzünk, mert készülünk a világbajnokságra, és hát a kicsit a magánélet ilyenkor háttérbe szorul, de ezt nem bánjuk, mert ez ezzel jár, ezt vállaltuk, ez nekünk a sport, az életünk egyelőre. Igen, akartam kérdezni, hogy azért a veled hasonszörű fiataloknak, hogyha így a napi rutinját megkérdeznénk, akkor véletlenül egész más válaszokat adnának, vagy a hétvégében más programokat is belezsúfolnának, de hogyha tételezzük fel, nem kell ennyire versenyre készülni, vagy nincs versenyszezon, és egy hétig megengedheted azt magadnak, hogy ne kelljen sportolni, meg hát kell is, ugye azt szokták mondani, hogy a regenerálódás miatt néha nagyon-nagyon ritkán még az élsportolónak is jó egy kis pihenőt beiktatni. Na mi az, amit olyankor a leginkább szeretsz csinálni, vagy hát, szoktál, ha van ilyen, vagy volt ilyen az elmúlt 5 évben? Van. Hát én a barátaimmal szeretek időt tölteni, és a családommal. Nyilván, amikor nincsen versenyszezon, akkor belefér egy kis, elmegyünk valahova barátokkal, beülünk, pizzázunk, akkor az is előfordul, hogy megiszunk valamit természetesen, de ez ritka. Meg hát, ugye hát főleg most már a barátaimnak a nagyon nagy százaléka szintén sportoló, szóval nem is bírjuk ki, hogy ne edzünk, szóval általában edzés után szoktunk még elmenni pizzázni, beszélgetni, ide-oda, szóval a pihenést is aktívan szoktuk tölteni. Ez nagyon jó, hogy említetted ezt a pizzát. Ugye a sportolókhoz, pláne az élsportolóknál, ahhoz szoktunk hozzászokni, hogy azért olyan precízen, pontosan odafigyelnek az étkezésre is azért, hogy a legjobbat tudják nyújtani. Neked szükség van? Ez a sportág is megköveteli azt. Ugye eleve, hát látjuk azt, hogy súlykategóriákba indultok. Tehát volt olyan verseny élményed, ahol aztán a mérlegelésnél nagyon izgulni kellett, hogy meglegyen a határ, tehát nálatok a súlykategória miatt ez fontos, hogy erre figyelj? Igen, fontos, vannak súlykategóriák. Hát volt olyan, amikor izgultam, de mire odaértünk a mérlegeléshez, addigra már biztos voltam benne, hogy meg lesz a súlyom, de volt igen, amikor azért oda kellett nagyon figyelnem az étkezés, és diétáztam is sokáig. Most már viszont alatta vagyok a súlyomnak, szóval 77 kilóba indulok, most vagyok egy olyan 74-5 kilogram, szóval bőven benne vagyok, ehetnék, amit akarok, de hát nyilván nem eszek, mert azt azért megérzem magamon, hogy belassulok, de azért néha most már megengedhetem magamnak, de nem szoktam élni vele. Mit jelent a számodra, hogy elkezdhettél fiatalokkal, utánpótlással, gyerekekkel is foglalkozni? Tud ez a sportolónak pluszt adni? Igen, nekem azt gondolom, hogy egy hatalmas pluszt ad. Én régóta egyébként terveztem, hogy gyerekek, fiatalokkal is szeretnék foglalkozni, és átadni a tudásomat, hiszen én azért egy elég hosszú úton jutottam el arra, hogy tényleg megtaláljam azt, amit én szeretek, azt a sportágat, amiben ki tudok teljesedni, és szeretném ezt a tanítványaimnak ezt az utat lerövidíteni. Ez motivál, hogy tényleg ők is meg tudják találni a számításaikat, és belőlük is szeretném, hogyha minél több eredményt el tudnának érni. Egyébként a tanítványaimnak vannak is eredményei. Az idei tanévben diákolimpián azt hiszem 4 aranyérmet szereztünk, 3 második helyet és 1 harmadik helyet. Ez kicsit olyan, mint amikor a szülő büszke a gyerekére, tehát tudsz állni ott a szőnyegben letizgulva a tanítványaidért? Hát én ott
Én nem szoktam izgulni, vagyis hát nyilván bennem van a versenydruk, de én nagyon, szóval próbálok arra figyelni, hogy jó dolgok, olyan dolgokat mondjak, kiabáljak be nekik a szőnyegre, ami őket előre viszi, ami segíti őket, hogy például, hogy kicsit tegye hátrébb a lábát, mert így el fogják borítani, vagy vegye el onnan a fejét, vagy ez nem maradjon fölül, ne mozduljon. Szóval ezek sokkal fontosabbak, mint hogy én mennyire izgulok, vagy nem izgulok. Nem kell, tehát teljes mértékig ott a igazság szerint. Helyette nem tudok fölmenni a szőnyegre, de mindent megteszek, hogy ők minél jobban szerepeljenek. Azért ez nem egy könnyű sport, nem csapatsportról beszélünk, tehát itt egy az egyben ugye küzdelem van, ahol az ember csak magára számíthat. Kell, hogy a gyerekek mellé mentálisan is odaállj, hiszen oké, hogy kiabálsz neki, mondhatjuk úgy a pálya széléről, vagy a szőnyeg, vagy a tatami széléről, de hát azért itt tényleg mindenkinek önmagának kell megküzdenie utána. Igen, ez egy egyéni sport, én ezt is szeretem benne, hogy nincs nem számíthatsz másra, de ennek van hátránya is, de van egy hatalmas előnye, hogy nem is hibáztathatsz senki mást, csak magadat, hogyha elrontottad. Ez teljesen magadra vagy utalva, és te neked kell megküzdened az ellenféllel, és a szőnyegen általában mindenki derül, hogy ki mennyit készül. A befektetett munka az mindig meghozza az eredményét. Lehet, hogy nem az első versenyen, lehet, hogy a következő, lehet, hogy a harmadikon, de amit te az edzés munkádba, a versenyekbe, mindenbe te belefektettél, annak előbb-utóbb megjön az eredménye. És igen, itt arról beszélünk, hogy a versenyzők kicsit magányosak, de hát, hogyha a dzsúdósokra nézek meg magára az egyesületre, akkor mondhatjuk azt, hogy egy nagy család vagytok. Mi az, ami így közösségként összetudja forrasztani az egyesületet, vagy amiért érdemes ide tartozni? Igen, ez egy hatalmas közösség, és azt gondolom, hogy nagyon szoros kapcsolat van egymás közt, hiszen a hétköznapjainknak mindig ez a fénypontja, hogy összegyűlünk, és közösen edzünk, közösen próbáljuk fejleszteni magunkat, próbáljuk fölülkerekedni a másikon, és ez nagyon jó barátságokat tud köttetni, nagyon, nagyon szoros kapcsolatot lehet így kialakítani az edzőtársainkkal. Biztos vagyok abban, hogy nagyon sok kisgyereknek, aki hozzátok jár, vagy aki a kezeid alatt kezdett el megtanulni sportolni, annak valamilyen szinten példakép vagy. De ha neked kellene az életedből egy példaképet magad elé tenni, aki azért sokat tett ahhoz hozzá, hogy te most ott tarts, ahol tartasz, akkor ki az, akit mindenképp megemlítenél? Fú, hát ez nagyon hosszú felsorolás lenne, akiket én ki tudnék emelni. Az egyik példaképem, és a legnagyobb az biztos, hogy édesapám, aki most 49 éves, de amikor én kezdtem a judót, ő akkor újra kezdte. Amikor én elkezdtem oktatni brazil jitsut, akkor a brazil jitsut is elkezdte. Azóta grappling versenyen indult, nyert 48 évesen, szenior kategóriába nyert versenyt, és ez nekem egy hatalmas példa, hogy még hát nem mondom, hogy öreg, de ennyi idősen ilyen fittséget elérni, ilyen jó erőbe lenni, mert az egyik legnagyobbakat vele szoktam küzdeni az edzéseken is. Tényleg ez számomra hihetetlen, hogy van ilyen jó erőbe, és nekem ő az egyik legnagyobb példakép. Ezen kívül ugye még van sok példaképem, a judo edzőm Szabó Zoltán, az első brazil jiu-jitsu edzőm Tóth Zoltán Orgoványról, akkor a jelenlegi jiu-jitsu edzőm Mészáros Márk Dunaújvárosból, nekem ők mind példaképek. És ez nagyon jó, és hát tényleg arra számítunk, és csak sok sikert tudunk ahhoz
kívánni neked, hogy majd amikor megkérdezzük az utánad jövő generációt, akkor sokan említsék majd azt, hogy példaképként vagy mentorként Újvári Máté is ebbe a felsorolásba fog tartozni. És hát ennek okán azért így a beszélgetés végén azt is szeretném tőled megkérdezni, hogy mondjuk egy 5-10 év múlva te hol képzeled el magad? Mik azok az érmek, amiket mondjuk már képzeletben besöpörtél? Viszonylag későn kezdtem ezt a brazil jiu-jitsut a többiekhez képest. Én nekem, hogy mondjam, most már itt vagyok 22 évesen, nem vagyok idős, de nem is vagyok annyira fiatal. Nyilván most erre a világbajnokságra kijutottam, ez nagyon jó, és én nagyon büszke is vagyok rá, de nem, őszintén nem vagyok esélyes megnyerni, végképp nem, dobogóra egy nagyon-nagyon nagy adag szerencsével, meg nem is tudom mivel esetleg dobogóra fölkerülhetek. Én ezt úgy gondolom, hogy ez nekem egy befektetés, hogy én oda kijutottam, és ki tudok jutni ezzel is. Minél többet akarok tanulni, hogy az utánam jövő generációnak, akiket én fogok oktatni, vagy én oktatok, minél szélesebb legyen a látásmódom, meg tudjam tapasztalni a nemzetközi versenyzést, a nemzetközi mezőnyt, hogy mi van külföldön, hogy kell ezt elképzelni egyáltalán. És az életem jelenlegi versenyzői szakaszát is erre már próbálok úgy versenyezni, hogy minél több mindent megfigyeljek, minél több mindent meglássak, és minél többet át tudjak majd adni a tanítványaimnak. Hát akkor nem tudunk ehhez mást kívánni, Máté, csak azt a bizonyos dobogót minél magasabb fokon, meg hogy még nagyon sok hírt tudjunk arról adni, hogy versenyekre mész, és nagyon sok kis tanítványod legyen, akik ugyanilyen küzdőszellemmel és sportszeretettel viszik majd tovább ezt, amit te itt fölépítettél. És nézőinknek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy velünk maradtak, és megnézték Újvári Mátéról szóló portré műsorunkat, és abban is bízunk, hogy a kiskörös televízión még nagyon sokat találkozhatunk majd az ő nevével. Köszönjük, hogy velünk voltak.